senki se voltam, fény, tiszta fény. A kígyózó patakokban gyakran aludtam én, hogy majdnem valaki lettem. Kő, durva kő, hegylejtőn hégerezetten, ömpölygetett nagy erő, és végül élni derültem. Láng, tőre láng, a szelte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én, hogy majdnem valaki lettem. Kő, durva kő, egy lejtő jégerezetten, önvégetett nagy erő, és végül élni derültem. Láng, tőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Perc. Hát úgy tűnik, hogy már biztos hallják, hogy itt vagyunk egy páran a stúdióban, mert hogy egy olyan előadásról fogunk mindjárt beszélni, ami nem mindennapi. Arany Szamár, Legyek a lábnyom, ez egy érzékenyítő koncertszínház, de hogy mit akar ez az érzékenyítő koncertszínház, ahova egyébként 7 éves kortól el lehet vinni a gyerekeket, persze a szülők is nyilván jól fogják érezni magukat, egy részletet hallhattunk ebből most az előbbi zenével. Hát erről fogom most beszélgetni Baranyai Anitával, aki bábszínész, Érsek Csanádi Gyöngyivel, az Arany Szamár Színház vezetőjével, és Paus Évával, aki viszont a Szarkaláb bandának a tagja. Úgyhogy szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk. Sziasztok. Hát lehet, hogy először akkor Gyöngyit kérdezem, mint a színház vezetőjét, hogy egy picit mesélj az Arany Szamáról, mert tudom, hogy voltatok már itt a rádióban, igen, de nem biztos, hogy pont ugyanazok hallgatnak minket. Hú, hát az Arany Szamár Színház az több mint 20 éve működő utazó színház, és hát egy jó ideje már itt Budapest és környékén járunk, kelünk. Egy olyan színházról van szó, ami igazából azt hiszem feszegeti a bábszínház, klasszikus értelemben a bábszínház határait, tehát itt az élőszínházi motivumoktól kezdve a különböző bábtechnikák használatán át nagyon-nagyon sokféle dolgot használunk, és nem utolsó sorban a korosztályt is bővítettük. Tehát egészen pici baba előadásoktól kezdve, hát most konkrétan ez az előadás, én azt gondolom, hogy felnőtteknek is való, és a repertoárunkon szerepel ilyen. És hogy jött létre egyébként az az együttműködés, ami a két együttes között kialakult a Szarkaláb bandával? Gondolom, hogy talán Éva, te fogod ezt nekünk elmondani, mert ugye a Szarkaláb bandáról azt kell tudni, hogy nem látó zenekar, tehát vak zenekar, ami szerintem csak annyit jelent, hogy mindenki úgy használja a hangszerét, hogy közben meg kellett tanulnia nem kottából játszani. Igen, a hallásunk alapján tanuljuk meg, vagy tanultuk meg a dalokat, vagy hát főképp a hangszeresek, de én is, én énekelek a zenekarban. És igazából nem is biztos, hogy én lennék, aki a legelső
alap dolgot el tudnám mesélni, hiszen az együttműködés az ott kezdődött, hogy Gyöngyi nagyon jó kapcsolatban vagy barátságban van a mi együttesünk vezetőjének a párjával, és az ő felvetése volt, talán Gyöngyi felvetése volt ez, hogy mi lenne, ha mi együttműködnénk az Aranyszamár társulattal. Mi mindannyian erre igent mondtunk, már azelőtt, hogy tudtuk volna a bővebb részleteket, és nagyon tetszett nekünk ez a lehetőség, hogy egy ilyen számunkra is új dologba vághatunk. Ti milyen zenét játszotok egyébként, amikor nem az Aranyszamárral dolgoztok együtt? Népzenéket és versmegzenésítéseket játszunk, főképp a saját hangszerparkunkra formálva. Akkor az, amit most itt együtt csináltok, az egyáltalán nem idegen tőletek stílusban sem? Stílusban nem idegen, viszont nagyon sok új dolog van, amiben nekünk is bele kellett tanulni, bele kellett szoknunk, akár a mozgások, ugye mi a színpadon főképp zenélünk és énekelünk, ott a dalok közben nincs mozgás. Itt viszont végig a látványra épül a látványra is épül az előadás. Igen, akkor én kiegészítem még Évit, mert ugye ez egy összművészeti produkció, tehát ugye koncertszínház, egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen műfajteremtő is a maga nemében, és igazából itt arra törekedtünk, hogy a zene, a szöveg az partitúraként működjön az előadásban, és a díszlet pedig olyan legyen, hogy az szinte kottaszerű, tehát kódolható, tehát egy megbízható rendszerrel működjön az ő számukra. És ők ebben biztonságban tudjanak mozogni, és még azt elmondom, mert az szerintem nagyon izgalmas ennek az előadásnak a kapcsán, hogy úgy alakítottuk ki, és úgy találtuk ki az egészet, hogy rájuk, tehát az ő velük való személyes kapcsolatunkra építve, és az ő személyiségüket vettük alapul. És valahogy így fűződik fel, és áll össze az egész történet, mint olyan, hogy gyakorlatilag személyes drámák is elhangoznak, és megjelennek ebben a produkcióban. Hogy azt mondtam, hogy a díszlet az igazából egy térkép, az egy kapaszkodó a számukra. Az azt jelenti, hogy van a díszlet közepén egy szőnyeg, amiben érzékelhető számukra, lábukkal érzékelhető kiemelkedések vannak, amik alapján tudnak tájékozódni a térben. És mindenkinek van egy fája, mert hogy innen indultunk, amikor ezt elkezdtük, ezt a produkciót, vagy elkezdtünk egyáltalán ebben gondolkodni, hogy mi az a dolog, vagy mi az a valami, ami anélkül, hogy látná egymást, kommunikál. És rájöttünk, hogy a fák azok. És éppen ezért mindenkinek van egy saját, teljesen egyedi mozgatású, egyedi hatású, kinézetű fája. Ezeket a fákat, ezeket hogy alakítottátok ki? Gondolom, hogy talán itt most már a bábokhoz is oda kanyarodhatunk. Ugye, Anita? Így van. Az az igazság, hogy ugye az előadásnak a látvány- és díszlettervezője Majoros Gyula, aki számára szintén ez egy újfajta és nagyon izgalmas kihívás volt, hogy lehet nem látó emberek számára is olyan díszleteket kialakítani, amikben 100%-osan magabiztosnak érzik magukat. És az első próbán, amikor megérkeztek ezek a díszletelemek, akkor ugyanúgy, mint minden más próba folyamat során, oda mentünk, és mindenki megnézegette a saját fáját, körbejárta a másik fáját, elhelyeztük a térben, hogy mindenkinek kényelmes legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon izgalmas része volt a próbáknak. Én most azt gondolom, hogy nem feltétlenül bábszínészi mi voltomban veszek részt az előadásban, hanem
hanem inkább egy mindig jelenlévő segítő külső szemként. Ugye ketten vagyunk látó színészek, közreműködők a produkcióban, és a mi feladatunk gyakorlatilag az, hogy a helyes mederben tartsuk a mozgásokat, és hogyha bármi olyan jellegű dolog történik, ami esetleg a többiek számára mondjuk váratlan, akkor az se okozzon különösebb problémát. Éva, neked milyen a fát? Te hogy éled meg ezt a fát? Mert én itt most látok magam előtt egy képet, ahol a fák ott vannak a színpadon, illetve hát az előadás egy részletét. Hát ezek színesek, fura anyagúak, érdekesek, ott van minden ezen a szép kerek szőnyegen, aminek tényleg gyönyörűek a mintái. Te milyennek éled meg ezt a fát, és milyen a te fád? Hát én szeretem a fámat. Mindenki fájának. Ez egy jó pont. Mindenki fájának van egy ülőfelülete, az enyémnek is. És én azt szeretem az én fámban különösen, hogy vannak rajta csengők. És bár az előadásban nem lesz túl nagy szerepe, de azért nekem ez nagyon tetszik, hogy van rajta csengő, meg úgy az egész, nem tudom ezt jól megfogalmazni, hogy miért tetszik, de úgy, ahogy megnéztem, egyből így megtetszett, hogy azt, meg hogy milyen sok munka lehetett ennek a kivitelezésében, az összes többi fára értve gondolom így. De hát nem tudom ezt így jobban megfogalmazni, nekem tetszik a saját fám is, meg a többieké is. Amúgy én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ezek a csengők igaz, hogy nem kapnak külön szerepet, de olyan szempontból meg igenis fontosak, hogy jelez, tehát meg lehet, hogy igen. Tehát hogy ez megint egy segítség, hogyha eltévedne a nagy felhőkeresésbe, akkor ezzel rögtön oda lehet csalogatni a fájához. Mennyire volt nehéz mozogni a térben? Mert mondtad, hogy amikor általában koncertet adtok, akkor gondolom, hogy megérkeztek, letelepedtek, és akkor kisebb-nagyobb mozgással, de azért végigcsináltok egy koncertet. Ugye, hát a zenészek azért nem szoktak ott futkosni a térben. Ez most egy színházi előadás, tehát ti is a látvány része vagytok, meg alkalmazkodni kell a díszletekhez is. Mennyire volt nehéz megszokni, hogy egymáshoz, a fákhoz, a térhez alkalmazkodni? Hát én magam szemszögéből tudom ezt elmondani. Azért nem volt talán annyira nehéz, mert a úgymond összpróba előtt már voltak nekünk olyan alkalmak, amikor azt kérték Gyöngyiék, hogy sétáljunk a térbe, mozogjunk, mindegy, hogy is mondjuk képzeljünk el bizonyos helyzeteket. Tehát ezek is segítettek talán abban Gyöngyiéknek, hogy kialakítsák a saját, vagyis hát a mi történetünket, hogy látták, hogy milyen gondolatra hogy reagálunk. És amikor már a fák megvoltak, akkor már megvolt a szőnyeg is igazából, és azon ugye rajta volt ez a tapintható, lábbal érzékelhető vezető, vagy csiga, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ami alapján azért lehetett tájékozódni, ezt párszor körbejártuk, megnéztük, melyik fa kié, melyik út mondjuk hova vezet, és akkor így meg lehetett szólni. Néha jó lenne tudni az életben is. Előadás közben nekem még furcsa időközönként, hogy hallom esetleg a hangfalat is, de közben lehet, hogy másfele kellene kanyarodnom, vagy fordulnom, vagy ilyesmi, ezt még szoknom kell, hogy ne a hangfalakra figyeljek, vagy ne a külső hatásokra. Hogy alakultak ki a történetek? Nem tudom, Éva, Gyöngyi. Igazából úgy, hogy mint mondottam, tehát, hogy belőlük. Tehát, hogy igazából ez a folyamat, azt gondolom, ez a próba folyamat, ez egy terápia jellegű történet volt mindannyiunk számára. És nagyon-nagyon kellettek, hogy személyes kapcsolatunk legyen, hogy nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat ismerkedtünk, hogy kinek mi volt az életében, hogy vakult meg, és meséljen olyan dolgokról, ami ő. És megpróbáltuk ezeket a történeteket áthelyezni, vagy ehhez kapcsolni verseket, és gondolatokat, és látványt, és zenét értelemszerűen.
És például így alakult ki, hogy Évi az álmodozó, a bolyongó, az önmagát kereső anya. Mert hogy ő sokat édesanyja. Beszéltem a lányomról, talán és ezért. Igen, és tehát, hogy mindenki valahogy kapcsolódik ahhoz a történethez, ami ott dalban elbeszélődik az előadás során. És ez az önmagadat keresés, ezzel előbbre jutott? Tehát megismertél magadból olyan részeket, amiket idáig nem, Évi? Elgondolkodtató kérdés. Talán még nem. Szerintem nem is tudom, eljön-e az az idő, amikor úgymond megtaláljuk az utunkat. Nem tudom. Talán a bemutató után. Reméljük. Most minden esetre az biztos, hogy úton vagytok, tehát, hogy egyrészt a bemutató felé, másrészt meg maga a cím, ez a Legyek lábnyom. Azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy legyünk egy lábnyom, hogy itt hagyjuk a lábnyomunkat a földön, de olyan módon, hogy az egy jó lábnyom legyen. Lehessen tudni, hogy miért vagyunk itt. Ugye Évi azt mondta, hogy nem biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni, hát reméljük, hogy azért csak meg tudjuk, vagy legalábbis valamerre haladunk, és úgy gondoljuk időnként, hogy jó irányban haladunk. Ez a cím, ez hogy jött? Ez úgy, hogy Szabó T. Annának az egyik verse elhangzik, aminek az a cím, hogy Jegygyűrű, és abban ez egy mondat, gyönyörű vers, nagyon szép. Izgalmas dologként mesélem, hogy erre táncolnak, erre a számra ők, erre a jegygyűrű nótára, és közben énekelnek, és hihetetlen. Parti hangulat alakul ki a színpadon, reméljük. És igazából azt gondolom, hogy ez a Legyek a lábnyom cím, ez mindent összefoglal, ami ez az előadás. Tehát az, amit mondtál, az teljesen így van. Tehát, hogy igen, akarjuk és szeretnénk, hogy nyomot hagyjunk, de én ehhez még azt is kötöm, vagy csatolom, hogy figyeljünk oda. Tehát, hogy amiről ez szól, hogy az valamiféle szemléletformálás, vagy gondolatformálás, hogy ez induljon el a társadalomban, és induljon el az emberekben, azokban legalább, akik látják ezt az előadást, hogy igenis ezzel azt akarnám, vagy azt akarjuk megmutatni, hogy ők teljes értékű emberek, és aktív tagjai a társadalomnak. Egyébként ez számodra kérdés volt bármikor is, Éva? Hogy mi teljes értékűek lennénk? Aha. Számomra nem, de nagyon sok látó számára igen. Uh-huh. És amikor valakivel kapcsolatba kerülsz, akkor úgy érzed, hogy neked sokkal többet kell bizonyítanod, vagy sokkal többet kell letenned az asztalra? Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó lenne megmutatni, hogy ugyanolyan teljes eredetet lehet élni, ez azt jelenti, hogy sokkal többet kell tenned azért, mint másnak mondjuk egy látónak, hogy elhiggyék neked, hogy hát te pont ugyanazt tudod, csak másképp, bizonyos területeken. Én nem azt gondolom, hogy többet kell tennem, hanem hogy meg kell, hogy értsék, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, mint ők, vagy mint a látók igazából. De nem azért, mert én többet teszek, hanem hogy higgyék azt el, hogy mi is ugyanúgy akár főzünk, akár mosunk, éljük a mindennapi életünket úgy, mint a látók, csak esetleg kisebb-nagyobb változtatásokkal vagy nehézségekkel, de ugyanúgy szinte. Ez neked egy küldetésed, vagy egész egyszerűen most, hogy belekerültél ebbe a történetbe, most lett egy ilyen küldetésed is ezzel a darabbal? Vagy foglalkoztatott ez téged már ezelőtt is? Nem, ez eddig nem foglalkoztatott, ez talán inkább most, hogy belecsöppentem ebbe az előadásba. De eddig csak simán élted az életedet, mint egy normális ember. Igen, és hogyha néha látok, meglepődtek azon, hogy ja, te dolgozol, te mit tudsz dolgozni, akkor így ledöbbentem, hogy úristen, hogy ez milyen kérdés, de ennél tovább nem foglalkoztatott annyira ez a dolog. Annyit, bocsánat, fűznék még hozzá ehhez, hogy nagyon sokat segítettek a srácok, tehát a Szarkaláb banda nekünk is ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Tehát nyilván az ember mindig izgalommal vár egy új szituációt, egy új találkozást, és ugye ennek a próba folyamatnak is az volt a célja, hogy ezeket a falakat, ezeket a gátakat így
levetkőzzük, és minél gyorsabban magunkban egymás előtt, hogy ne legyenek tabuk, hogy mondjam, hogy fogalmazzak, tehát semmi ne legyen zavarba ejtő így egymás között, és azt gondolom, hogy ez nagyon hamar sikerült, és ez jó rész nekik is köszönhető, és igen, azt ilyen nagyon fontosnak tartom még azt elmesélni, hogy tartottunk nyáron egy tábort, gyerektábort, ahol maga az érzékenyítés volt a téma, és elhívtuk a Szarkaláb bandát is, és a gyerekek hétfőn, ahogy meghallották a témát, meg hogy jönnek nem látó zenészek, akkor nagyon nagy izgalommal töltötte el őket, és így nem azt mondom, hogy féltek, de hogy nagyon sokan közülük nem találkoztak még nem látó emberrel, és hogy mi lesz, és eljöttek szerdán a zenekar tagjai, és olyan és megint csak ugye nekik köszönhetően ezek a falak, ezek az izgalmak egy pillanat alatt a gyerekben leomlottak, és a pénteki napon, amikor már közösen együtt előadtunk a készülő előadásból egy részletet a gyerekekkel karöltve, akkor már úgy várták őket, mint évek óta tartó szoros cimborákat, tehát igen, azt gondolom, hogy amit... Leomlanak ezek a falak. Mm-hmm. Igen, és amit így a társadalom felépített, azok a falak így a gyerekekben még nincsenek meg. Igen. És ezért lehet azt mondani, hogy igazából az érzékenyítésnek nincs felső határa, tehát hogy ezt ki kell tolni, amennyire lehet, mert szükség van ahhoz, hogy legalább a most felnövekvő generációban már ne legyenek ilyen tabuk, ilyen gátak és ilyen falak. Maga a találkozás azt gondolom már rendkívül fontos, mert hogyha találkozunk valakivel, beszélgetünk, akkor ott nem kell semmit tenni ahhoz, hogy ezek a falak leomoljanak, mert ez szépen így megy a maga útján. Ez a darab, ez nyilván egy lehetőség a találkozás, a lehetőség a szembesülésre, de én azt gondolom, hogy ennél egy sokkal több, mert hiszen maguk a szereplők, ugye itt van egy szerelmes fiatal lány, egy önmagával vihaskodó ifjú, egy bolyongó férfi és egy álmodozó édesanya. Tehát ez az életünknek a tipikus szereplői, ugye lehet, hogy az édesanya is keresi önmagát és álmodozik, de hogy mi is bolyongunk, mi is keressük saját magunkat, ugye azért azt mondta, hogy lehet, hogy sosem találjuk meg, hát én azért remélem, hogy megtaláljuk, de ez nekem most nagyon beült a fülembe. Igen, én azóta is ezen gondolkozom. De hogy maguk a szereplők is ilyen archetipikusak. Így van. Ó, ez a szó. Így van. Hogy alakult ki? Mert ugye azt mondtátok, hogy a próba során alakítottátok ki a történeteket. Gyakorlatilag ti szembesültetek azzal, hogy most akkor egy ilyet letettetek az asztalra, nélkül, hogy előre megterveztétek volna, vagy azért volt egy irány, amit te tudtál, amikor kitaláltad, hogy most akkor meghívom a Szarkaláb bandát, hogy dolgozzam velünk együtt? Igazából nem, előre nem volt meg, tényleg. Tehát, hogy nem... ugye egy megírt, vagy egy mesét, vagy egy megírt szöveget dolgoztunk fel, vagy dolgoztunk át, hanem azt gondolom, hogy ilyen iszonyatos figyelemmel viszonyultunk feléjük, hogy a legapróbb részletekig mindent össze tudjunk gyűjteni, de hát ehhez nem csak én voltam aktív résztvevő, hanem mind a koreográfus hölgy, a dramaturg hölgy, Szántó Viki, Gergely Júlia, a zene Szabó Balázs, aki olyan, hát valami hihetetlen odaadással, odafigyeléssel és alázattal nyúlt ehhez a témához, hogy valami csoda volt nekem is, és szerintem nekik meg főleg. És hát nem utolsó sorban Majoros Gyula, aki a díszletet készítette. Tehát ez egy nagyon komoly összmunka volt, és folyamatos figyelés és vizsgálódás, hogy mit lehet belőlük, és mi az, amire ezt fel lehet építeni. És ahogy mondtad, hogy igen, ilyen archetipikus figurákat azért is állítottunk fel, mert hogy a néző rögtön bele tud kapaszkodni, mert hát olyan, mintha róla szólna, tehát rögtön tud azonosulni.
És akkor nincs meg az a gát, vagy az az akadály, hogy nem, mikor érek el én odáig, vagy éppen nem érdekel a téma. Érdekli, mert érintett. Mert valakivel tud azonosulni. Igen, mert tud azonosulni. Így van. A bandában ugye te énekelsz. Én is. Te is énekelsz, bocsánat. Nem, ezt nem jól fogalmaztam. Van egy gitáros, ugye? És két, hát furulyás, fuvolás, vagy... Igazából kettő gitáros van, az egyik személy, az egyik taglátó, és a másik fiú, ő ugye nem. A Pityú furuljázik, meg tekerőlantozik is, de ebben a darab vagy előadásban nem lesz szükség a tekerőlantra, itt talán a furulja, és az Eszti, aki van még, és nem tudott sajnos eljönni, ő énekel, meg fuvolázik, furuljázik, ilyen sok... Multifunkcionális. Igen, mondjuk is el a neveket, a Szarkaláb banda tagjait, ugye Geszti Eszter fuvolázik és énekel, Paus Évi énekel, Ferenci István, aki a furujákon játszik a mi előadásunk esetében, Kanalas Gyula, aki a gitárokat, Buzukit megszólaltatja, és Paulovics Endre, aki szintén gitár és egyéb perkás hangszerek megszólaltatója. És hol tartotok most? Mert ugye szeptember elején lesz a bemutató. Így van, szeptember 6-án lesz a nagy nap, az 5-ös-10 kulturális szintér épületében, ahova ezúton is várunk mindenkit sok szeretettel, azonban előtte már lesz két előadásunk is, az egyik augusztus 20-án, Dinnyésen, 15 órakor a Hagyományőrző Központban, és augusztus 28-án pedig este 6 órakor a Klebelsberg Kulturkúriában, a Pesti Rekúti Napok keretén belül játszhatjuk el ezt az előadást, és nagyon reméljük, hogy utána aztán számos alkalommal még színpadra állhatunk vele, azon leszünk. Pályázatnak köszönhetően is azért most már szépen alakulnak az előadás számaink. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-a lesz a valódi bemutató, ugye? És hát addig most már mennyi van? Egy hét, két hét? Nem is tudom, már 10 nap van odáig, ugye? 7-e van ma pontosan. Hát ez már így nagyon az utolsó pillanatok. Ilyenkor még van csiszolás, vagy ilyenkor most mindenki pihen, és most már így kész, most már ott van, ahol van. Mindenki pihen, ahogy itt látható, és mi hárman dolgozunk, a többiek a Balatonparton, itt-ott, amott, üdvözlök, ezúttal is üdvözöljük őket, tartjuk a frontot. Hát az az igazság, hogy ugye ez a bizonyos nyári gyerektábor, amit Gyöngyivel közösen tartottunk, itt már ugye a gyerekeknek megmutattuk a produkciót, hogy lássák ők is, hogy lássuk mi is, hogy fogadják, hogy állunk fejben, lélekben, mindenhogyan. Most nyilván még a finomítások hátra vannak, még azért lesz egy-két próbanapunk, de azt gondolom, hogy már az alapokat, azokat igen, elég szépen letettük. Azt kell, hogy mondjam, hogy áll a lábán. Tehát most már azért egy működő dolog, csak még kis cizellálások hiányoznak, és azokat még ha hozzárakjuk, meg energiát, meg mindent, akkor ez nagyon jó lesz. Azt néztem, hogy a díszletek azok olyanok, amik elég jól szállíthatók, tehát hogy nincs túl díszletezve a történet, de hát azért ezek a fák, ezek talán nem egyszerűek. Miből vannak? Mert ezt így nekem nem sikerült látványra kiderítenem. Hát, hogy miből vannak, pontosan Majoros Gyulától kellene megkérdeznünk. Polifom anyagokkal vannak ugye bevonva, műanyag, hát különböző egyébként nagyon sok újrahasznosított dolog is felelhető ezekben a díszletelemekben, és természetesen szétszerelhetőek, tehát azért így a szállítást megkönnyítendő elemeire szedhetőek nyilván, és úgy szállíthatóak, ugye ami egy utazószínház esetében azért is fontos, mert mi nem rendelkezünk nagy háttér személyzettel, úgyhogy a mi szereplők, színészek, technikusok szoktuk felépíteni a díszletet magát is. És ugye ennek az
előadásnak kapcsán is fontos elmondani, hogy, hogy bár utazószínház lévén nekünk mindig az a feladatunk, hogy a hely adottságaihoz alkalmazkodjunk, ennek az előadásnak az esetében nagyon fontos, hogy mindig a jól ismert térben tudjunk mozogni, tehát akkora legyen a tér, amekkorára szükség van, a szőnyekhez képest ott helyezkedjenek el a fák. Fontos, hogy tudjunk hogy minden, tájékozódni. Hogy minden ugyanolyan legyen minden igen. alkalommal. Hát én azt gondolom, hogy aki szeretné megnézni ezt az előadást, annak most három időpontot tudunk javasolni, egyrészt augusztus 20-án Dinnyésen, igen. mert most Dinnyés lesz a világ közepe, tehát ott fog először megvalósulni. Lebesberg Kultúrkúria 28-a, jól emlékszem, 28-án, illetve szeptember 6-án az 5-ös 10-ben. Hol tudják megnézni, mert nyilván ezt most nem fogja mindenki megjegyezni, hol tudják megnézni azok, akik csak most így felkapták a fejüket, hogy húha, mi ez a legyek lábnyom? A legegyszerűbb, hogyha a színház honlapján megnézik, ez a www.aranyszamár.hu, mert azt frissítjük, és hát a Facebookon is valószínűleg fent lesznek ezek az új előadási időpontok, és bátran jöjjenek és nézzék meg. Én még annyit szerettem volna, hogy egy gondolatot elolvashatok? Igen. Felolvashatok még? Mert azt gondolom, hogy ez ugyancsak Szabó T. Anna, és ez elhangzik ez a vers. Csak egy részletet fogok, jó? Az én világom oszthatatlan, és elmerülnék most magamban, de hadd legyek mégis itt veled, mert belülről tudom, hogy így szeretsz, és értesz olyankor is, mikor én nem értelek. Hát azt gondolom, hogy ezzel a gyönyörű részlettel most már tényleg mindenkinek kedvet csináltunk ahhoz, hogy megnézze a Legyek lábnyom című érzékenyítő koncertszínházat, amit az Aranyszamár Színház és a Szarka láb banda közösen hozott létre, és a vendégeim Baranyai Anita bábszínhész, Érsek Csanádi Gyöngyi, a színház vezetője, és Paus Éva, a Szarka láb banda énekese. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és sok előadást és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen.